Visszamennék a kérdés eredeti részéhez, hogy az MDF miért nem gondolta azt, hogy egyéni választókerület. Na most én, nekem egyik kedvenc történész szerzőm John Lukács, és ő hívja föl mindig a figyelmet több könyvében is arra, hogy ne visszamenőleg értékeljük a helyzetet a történelembe, hanem az adott konkrét politikai helyzetbe próbáljuk megérteni azt, hogy aki ott a döntést hozta, ő milyen ismeretek birtokába volt, és milyen szándékok vezérelték. De sokkal fontosabb ezt megérteni, mint utólag kitalálni azt, hogy mit kellett volna csinálni. Javaslom egyébként a John Lukácsnak a Párviadal című könyvében Hitler és Churchill kapcsán gyönyörűen leírja, hogy mondjuk 40 tavaszán kinek milyen információ volt a birtokában, és ennek kapcsán mi volt az a mező, amiben a tényleges döntési helyzete volt, és ez egészen más, mint az, amit ma gondolnak általában a világban, többek között a félrevezető történészi munkák eredményeképpen arról, hogy ők mit mérlegelhettek. Na most erre vonatkozóan azért gondoltam ilyen fontosnak kiemelni, mert ugye 89 az egy olyan különleges év volt ebből a szempontból, hogy itt már szinte a napot is meg kell határozni, de melyik nap mit gondolt valaki ebbe a dologba. És azért azt a dolgot hagy hozzam előre, hogyha mondjuk 89 márciusában most föltesszük azt, hogy hányan gondolták azt, hogy egy évvel később többpárti szabad választások lesznek Magyarországon. Tehát induljunk ki ebből, hogy nem sokan. Tehát ebből következően, amikor elkezdődtek a tárgyalások, és mondjuk pont említetted, hogy Tölgyessy ugye abból indult ki az elején, hogy MSZP kontra teljes ellenzék. Egész más választási rendszer kell taktikailag hozzá. Tehát vélhetően volt egy márciusi nulla állapot, amikor senki nem mondott, hogy egyetlen választások, volt egy júniusi állapot, akkor utána volt egy nyári állapot, volt egy nyárvégi állapot, volt egy őszi állapot, volt egy állapot a négyigenes népszavazás után, hogy ki mit gondolt a választási rendszerről, és mindig mást kellett, hogy gondoljon, mert más impulzusok érték alapvetően. Én azt gondolom, hogy Isten igazából azt, hogy itt nem egy MSZMP kontra ellenzék választás lesz, az igen, az valahol augusztusban derül ki, amikor a pártok közötti véleménykülönbségek markánsakká kezdenek válni, és gyakorlatilag ez úgy gondolom, hogy októberre teljesen egyértelmű válik, hogy lehet, hogy lesznek együttműködések, de itt egy klasszikus többpárti választás várható. Ez egyik része. A másik része, amit én itt kiemelnék, ami szintén előjött most ugye De Gaulle kapcsán, én azt gondolom, hogy az MDF álláspontjában Antal Józsefnek egy volt, és azt hiszem az övé volt a legvilágosabb és legkarakteresebb vízió ebben az időszakban. És ez abban a szempontból mindenképpen, hogy ő egy hit abban, hogy egy több párti demokráciára van szükség, egy valódi erős többpárti demokráciára, azzal viszont, hogy olyan rendszert kell építeni, ahol a kormányzati stabilitás feltételei adottak. Ennek a vegyes választási rendszer küszöbértékkel sokkal inkább megfelel. Itt először volt a 4, majd utána jött az 5%-os küszöb. Lényegében a választási rendszer a mai napig megmaradt. Ő hitt a koalíciós kormányzásban, ez egyébként adja a kétfordulós választási rendszernek egyfajta indukátora. Másrészt pedig ugye a kormányzati stabilitásnak az a nagyon-nagyon bivajerős konstruktív bizalmatlanság indítványi konstrukció, amit meg lehet csinálva, ez gyakorlatilag a mai napig alapjaiba határozta meg a magyar politikai rendszer fejlődését 89-90-től napjainkig. Ha megnézzük, hogy a szlovákok, a románok, meg egyéb nemzetek milyen más utakat jártak, egész más típusú pártrendszer alakult ki, egész mások lettek utána ezeknek a pártviszonyoknak. Most nem azt mondom, hogy ez jobb vagy az a jobb.
Nem, itt volt egy világos vízió, és azt gondolom, hogy ez a vízió néhány ember fejében, hogy ezt így kéne csinálni, benne volt. Én két embert ismerek, akinek ez erősen benne volt, egyik Antal József volt, érdekes módon a másik Kulcsár Kálmán volt, akinek ez nagyon erősen benne volt, ez annyira nyilvánosság előtt nem jelent meg. Kulcsár Kálmánnak volt erre egy teóriája, hogy az a közép-kelet-európai ország lesz a sikeres a modernizáció tekintetében ebbe az időszakban, ami részben vált be egyébként, de akkor ez volt az ő felfogása, amelyik a legstabilabb kormányzati rendszer tudja biztosítani az átmenet után. Tehát voltak ilyenek, és azt gondolom, hogy alapvetően ezek a tényezők voltak, amik befolyásolták, hogy kinek, mikor, milyen véleménye alakult ki ebben.